egyik alkalommal Srila Prabhupád döntött, hogy kicsit gyorsítani lehetne könyvosztást. Eljött egy kerületbe, ahol találta egy kozmetikai boltot. Ez egy olyan kozmetikai bolt, amelyik előtt parkolnak ilyen nagyon-nagyon nagy hosszú autók. És olyan hölgyek szokták ott vásárolni, akiknek a pénztárca nagyon vastag. Így besétált Srila Prabhupád a boltba, és akkor elment előre oda a pulthoz, ott ugyanolyan volt pult szék, és akkor oda leült, maga biztosan. A boltban volt akkor a tulajdonos. És mikor látta besétálni egy Swamiji-t indiai ruházatba, ebbe a kozmetikai drága boltba, meg volt lepődve, és akkor megkérdezte, tudok-e ma valamivel segíteni? Azzal a hangulattal, hogy nem akarja kisétálni innen. És Srila Prabhupád, mikor leülte a székre, akkor mondta, igen, ön tud nekem segíteni. És pedig miben? Kérdezte a bolt tulajdonos. Srila Prabhupád kinyitotta a kis táskáját, és kiveszi Srimad Bhagavatamot. Én szeretnék, hogy ön áraljon a könyveimet. Ember teljesen a váratlanságtól a meglepetése elérte a csúcsát. Oh my God! Uram, ez egy kozmetikai bolt. Itt nem árulunk könyveket, ez egy kozmetikai bolt. Srila Prabhupáda megőrizve a nyugalmát, mondta, én tudom, de mégis azt szeretnék. Nem, semmiképp ez így nem lehet csinálni, és akkor semmiképpen nem akarta elfogadni. Akkor Srila Prabhupád látta, hogy hiányzik Sukriti a szívében, de a Sukriti honnan jön? Bhakti Mukha Sukriti, hogyha valaki szolgál a baktákat. Srila Prabhupád mondta, akkor kérem csak egy pohár vízet. És akkor azt mondta, ezt tudok adni, és szívesen adta Srila Prabhupádnak a vízet. Így a tulajdonosnak megpuhult a szíve, miután a Prabhupád megitta a vízet, utána Srila Prabhupád megint nyitja a kis táskát, kiveszi egy kis dobozkát, és onnan kiveszi szamószat, és mutatja. Ez mi? Először ő megijedt, hogy most még valamit ki fog venni, de csak egy szamosza volt. Kérdezte, ez mi? A tulajdonos. Srila Prabhupád mondta, Krishna prasád, kérsz? Akkor kinyitott a fiókot, azt mondja, tessék ide belerakni, és akkor berakta neki a fiókba. Végül belement abba, hogy fog árulni a könyveket. Nem tudta, mi történt vele, ha egyáltalán nem tudta kontrollálni a helyzetét. Másnap reggel az első vásárlások között volt Srila Prabhupád. De mielőtt bement a boltba, akkor ott a vitrin előtt már ide-oda járkált, ment egyik irányba, és nézte, hogy hogyan látszik a könyve, tehát a másik irányba, megnézte innen, hogy látszik, és akkor többször ide-oda ment, és látta, hogy nem látszik a könyv. Megint nyílik az ajtó, sétál be Srila Prabhupád. Oh my God, look, it's coming back. És mikor meglátta a tulajdonos, akkor rögtön gondolta, hát most én fogok itt kontrollálni a helyzetet, nem akarok hatással alá kerülni, mint tegnap. És akkor már, mikor még Srila Prabhupád az ajtóba volt, akkor ő már kiáltotta, ne haragudjon, de a könyvek ott fognak maradni, ahol ott vannak. Nem mozdítsuk egy centivel se. Srila Prabhupád sétált tovább be, leült a helyére, és mondta, én értem, rendben. Megint kinyitja a táskát, kiveszi a dobozkát, és akkor megint szamoszat. Krishna prasád. És ott már a boltban volt tulajdonosnak a felesége, aki tegnap már evett a szamoszából, és mondta, én kérem, és akkor odaadta. És ezek után ők rendesen árultak kozmetikai boltba,
Srila Prabhupát indiai nyomtatása, ami kicsit így ferdén van a könyveket. Utána elkezdte járni központokba, amikor már lettek a templomok, és mindig büszkén mondta, hogy én voltam az első, aki árulta a ti gurutoknak a könyveket. És természetesen ő is megvette Srila Prabhupádnak összes könyveit.